Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futball Kárcún, és a mai videóban pedig egy kis újdonságot szeretnék hozni a csatornán, sőt nem is én hoztam, Sportkár Szengeri Nagyon szépen köszönöm, hiszen volt kint Szlovániá Szlovéniában, és ott találta Panininak a hivatalos női FIFA világbajnokságos 2023 as matricás album. mi Ez nálunk egyáltalán nincsen Magyarországon, Eleve szerintünk a matrica azért kezd kimenni, mert nem sokan szeretik, már az emberek inkább ilyen időséggyűjtőbb szeretik a gyerekek, azért sokan ugye, kártyákat gyűjtik. Abból van női kártya, az elérhető, egyébként már csomó webshopban, újságosokban minden, nézzétek meg, ott már mindenhol van. Rákerestek google ben már csomó helyen kapható. Viszont a női az egyáltalán nem, és egy jó kis starter pakot állított össze nekem SCH, úgyhogy ezt külön köszönöm neki. Tehát van maga az album, abban kezdő matrica, jól néznek ki, illetve 10 darab bontatlan csomag, úgyhogy ezt én tökre köszönöm neki, mert ez így eléggé szuper kis kezdőszet. Ezzel persze közel se lehet kigyűjteni az albumot, viszont nagy egy pedzegette nekem, hogy lehet, hogy akár rendelünk külföldre, hiszen egyenlőre csak ott elérhető. Összes válogatott, aki kijutott az alján, nagyon jól néz ki, hogy a trófát a magasba emelik, úgyhogy ez a borító igazából teljesen korrekt, még a hátulján is trófák vannak, itt még az országok, ahol Magyarországot nem találjuk meg, furcsa, hogy akár Horvátországba is, meg Szerbiába is még tökre megy egyébként ez a matricás albumozás, ezek szerint nálunk nem annyira. Na de nézzük is akkor, itt a főnök úr Infantino írt egy kis szöveget, majd utána pedig ugye a kettő kezdő matricával találkozunk, amik egyáltalán nem olyanok, mint a VB-s kártyák esetében, hogy megegyezik a férfi VB-vel a kinézete. Ez itt teljesen eltérő, tehát a férfi VB-s matricától ez, ez teljesen más úgyhogy jól néznek ki, nekem nagyon tetszenek egyébként, itt közeli arcfotók mezben, igazából ez teljesen rendben van. Érdekes statisztikák, ez mindig jó, már azért szerintem nem sok mindent tudunk a női fociról, főleg a világbajnokságról, még kevesebbet, mert a bajnokok ligája kezd egész nagy hype kapni, így a női bajnokok ligály, de talán a VB is most egész jó lesz, hiszen m 4 már lehet is majd nézni, hogyha lesz. Illetve itt tényleg ott vannak a rekordok, Amerika az nagyon durván tolja, tehát ott azért nagyon népszerű a női foci, illetve azért Németország is látszik, hogy nyert kettőt. Most ezzel a spanyolok is nagyon komolyak, illetve ide logókat lehet majd ragasztani. Megyünk tovább, akkor itt található két rendező ország, Ausztrália, illetve Új-Zéland. Mind a két országban azért egészen sok város, stadionban lesznek majd meccsek igazából szerintem teljesen jó, mert mind a két országnak jó a női foci, úgyhogy ez teljesen kapóra jött. Na majd, esetleg a következő Spanyolországba. Na de, a stadionok, itt, itt meglátva, picit elszomorodtam, hogy nem kell őket beragasztani matricába, mert a férfi VB albumban, akár LB-nél is, be kellett ragasztani, mint, mint matrica, úgyhogy ez, ez egy picit elszomorít azért, mert amúgy tök jók a stadionok, ha megnézitek, a nyitó mérkőzés Új-Zélandon lesz 48 ezres stadionba, majd pedig a döntő augusztus 20-án, július 20-án kezdődik egyébként, a döntő augusztus 20-án egy hónap múlva Sydneyben lesz a Stadium Ausztráliában 83 ezres aréna, az nagyobb, mint a puskás aréna, csak így vegyük számításba, majdnem már ilyen konkrétan ilyen Wembley szintű, meg Camp Nou szintű uh, arénába fog játszódni a döntő. Azért is jók egyébként ezek az országok, Új-Zéland meg Ausztrália, mert nagyon népszerű ott a rögbi, és azokhoz kell a nagy stadion, és nagyjából a pályaméret megegyezik az európai focival, tehát könnyen átalakítható a rögbi rendes európai focira. Egyébként itt a Sydney csapatának a stadionja is, az is egy 42 es aréna, úgyhogy egészen korrekt. Itt vagyunk az első csapatnál, jól néz ki egyébként, ide fölőre kerül a logó, és itt közben meg végig megy, mint egy ilyen draft csapat a kapustól egészen a támadókig. Ez jó pofa, és közben ott egy játékos kiemelve, illetve a korábbi rekordok. Új-Zéland ugye itt írja is egyébként, hogy rendező ország, tehát automatán kijutott, nem kellett selejtezőznie. Viszont a többi csapatnak már kellett, akik nem rendeznek, úgyhogy itt a belgákat kiszorítva a norvégok jutottak ki, úgyhogy eléggé szoros volt ott a mezőny, még a lengyelek is ott voltak a kiutásért a harcba, de végül is a norvégok e, nyerték meg a csoportot, majd utána a Fülöp-szigetek, majd egy Svájc, illetőleg Ausztrália. Külön tetszik, hogy oda vannak írva a nevek, tehát hogyha esetleg nem gyűlnek ki, az albumon, akkor is látom, hogy ott szemkernek a matricája hiányzik, tehát ő benne van. Azt hiszem ez jó pofa, hogy így legalább oda van írva. Majd utána Írország, illetőleg Nigéria, Afrikából is tudnak ugye kijutni a csapatok. Illetve Kanada, hát Kanada azért az eléggé komoly, ők is jól nyomják, úgyhogy nem az első ilyen eseményük, amire kijutottak majd utána Spanyolország, a híres Spanyolország, akik egyébként nagyon-nagyon jól nyomják, ez látszik is a tabellán, ott egy kis magyar kötődés, hogy mi 9 ponttal fejeztük be a csoportot, 19 gólt lőttünk, nem is olyan rossz, viszont 19-et bekaptunk sajnos, úgyhogy 9 pont az tényleg az eléggé halvány, a szemben, főleg nagyon rossz csoportba kerültünk ilyen szempontból, hogy tényleg ott a spanyol az ilyen világverő gárda kezd lenni. Ahhoz képest amúgy egész jót játszottunk, hogy volt a meccs, ahol csak hármat kaptunk a, a spanyol válogatottól, szerintem az nem is annyira rossz eredmény, de még egyértelműen a magyar női focán, meg fejlődnie kell. Viszont a spanyolok nagyon durvák, 53 gólt lőttek a selejtezőbe, és nullát kaptak, nulla gólt kaptak az nagyon kemény azért, tehát nem csak a csatárjaik jók ezek szerint, hanem a védelm, a kapus is nagyon rendben van. Hát szerintem a saját csoportjukban szét fognak verni mindenkit, Kosztarikát, Zambiát, talán még apám megszorongathatja őket, de amúgy szerintem simán tovább jutnak a vb n is a csoportból. Spanyol meccseket érdemes lesz figyelni, már csak főleg a BL játékosok miatt, akik a klubfociba is tök jók. Zambia, majd utána pedig ugye Japán, ők se rosszak, egy gólt kaptak egyébként, az is eléggé korrekt. Majd utána Anglia, ők is ilyen szétverték, hulladékká verték a csoportjukat, 80 gólt lőttek, és nullát kaptak, döbbenetes, hogy az a baj, ez egy picit baj is a női fociban, hogy nem annyira szoros, mint a férfi, hogy mindenki jól akar szerepelni, meg mindenki top klubcsapatokban játszik, hanem van, aki nem tud egyszerűen, nincsen nagyon másod harmadosztály, tehát inkább van az első osztály, és onnantól már nem nevezhető profinak a klub szinten a női foci, ez is probléma egyébként. Szóval, hogy a válogatottak is teljesen szétszakadnak, konkrétan ez a Luxemburg, Észak, Macedónia, Litvánia, ez ilyen 60 gólokat bekapott, tehát konkrétan nem tudtak semmit se csinálni. Volt, hogy Angliai 10-0-ra nyerte folyamatosan Luxemburgot, 20 góllal megszórták, azért az nagyon beteg, hogy őket is érdemes lesz figyelni, mert náluk is vannak azért uh, eléggé uh, tehetséges játékosok. Haiti, meglepő számomra egyébként, hogy egy, akár egy Kubát is imán legyőztek, tök menő, Mexikót is odaverték a csoportjukba. Uh, Dánia, oroszokat itt ugye kizárták, még ők esélyesek lehettek volna. Kína, ők is nagyon nyomják a női focit, nem rosszak egyébként. Itt be lehet szkennelni az alkalmazásba. Ú, milyen csillogós maticák vannak ott, ez egész jól tűnik. Ez az a rész, bizony-bizony kis bizony. rendelő füzet, de itt van ez az a rész, ezt szerintem kiszedem. Az úgyse vonatkozik ránk, mivel hogy külföldi az album, nem hiszem, hogy bármit is kiszállítanának, meg bármilyen játék vonatkozna ránk. Viszont ez a rész, ez nagyon menő, Mix and Match Goals, Origins, Excellence, Leadership, de különböző játékosok vannak, és csillagos változatban, jól néz ki, rekord, nagyon-nagyon bejövős ez a rész, majd utána az amerikai Egyesült Államok természetesen egy gólt se kaptak, ők se, azért ők elég jók, majd Vietnám, kisebb válogatottak is vannak, csak hát az ázsiai régióból most kiusson ki, Japán-Kórea kint van, természetesen kellett azért valami még oda, így jött Vietnám, majd utána van itt egy Hollandia, egy Portugália, Németországgal kéz a kézben jutottak ki, Szerbia pont lecsúszott, Franciaország, ők azért már kaptak gólokat, rúgtak ötvenet, ők is, ez teljesen elképzelhetetlen, amúgy szerintem, hogy ilyen görögöket 10-0-ra verték ők is, tehát a, ez, ez azért számomra mindig meglepő, nézve az eredményeket. A Brazília, ők is nagyon jók egyébként, nulla kapott góllal, Panama, majd itt van Svédország, illetve Dél-Afrika, Olaszország, ők se rosszak egyébként. Itt volt a Románia egy csoportba velük, Románia amúgy nem volt rossz, tehát ők sokkal kiegyenlítettebb, ilyen kiegyensúlyozottabb csoportba szerepeltek, egészen jól ott voltak 19 ponta. Argentína, majd utána pedig Németország elsőként jutott ki, illetve Marokkó, Kolumbia, illetve itt a Kórea, beszéltünk, ugye Japán mellett ők jutottak ki, és a végére pedig van egyébként ez is alkalmazás, matricás, teljesen ugyanúgy néz ki itt az alkalmazás, mint a férfi VB esetén, ezt is ingyenesen tudjátok játszani pedig a kijutott csapatok, illetve a végén még a kezdő matrica. Jól néznek ki. Teljesen rendben van, ilyen tablófotózás jelleggel megy. Na, átnéztük az albumot, szerintem jó volt, nekem amúgy ez tetszik, mert itt tényleg eltér a dizájn. Nézzük a matrica pakkokat. Hoppakót, külön papíron, kár, nem értem miért, egyébként kerülhetett volna akár az egyik matica hátuljára, vagy mint korábban a csillogós maticák hátulján volt a kód, ez a kódpapírt, ezt most nem tudom mire vélni. Viszont csillogós maticát nyitottunk, korrel kapus, illetve egy Dán logó, és a Dán logónál megint előjön az, hogy ez eléggé hasonlít a férfi VB-sre, az alja más, de hát Ja, mondjuk a panini csillogást a háttérben valami különlegesebbre egy picit megváltoztatták volna. Viszont a pakka az jó volt, és a többi matrica már király. Öt van egy csomagba, ebből sikerült kettő csillogósat nyitni. A kódpapírral már csak a környezetvédelem, meg stb. miatt nem nagyon értek egyet. Korábban meg tudták oldani, hogy ne legyen kódos papír matricákba. Kár érte. Nigéria, Franciaország, majd utána egy bronz, már mint az a neve. Angol, illetve Panama és egy Új-Zéland, sajnos ez egy ilyen nullás pakolt, olyan szempontból csillogós nem jött, de azért mondom, szépek a többiek is, főleg, hogy csajokról van szó. Norvég, Német, Argentin, illetve Amerikai, nem is tudom, kinek szurkolok amúgy, de a nagy válogatottakat biztos, hogy nézni fogom, hogy mit teljesítenek, mert azért mondom, ezek vannak olyanok, akik elit szinten nyomják, nagyon jól. spanyol-amerikai döntőt simán el tudnék képzelni. Na nézzük. Következő, ezek a csillogósak, ezek nagyon-nagyon jól néznek Ezek meccsről kivágott jelenetek, csak körbe van vágva, le van szedve a a meccs. De ezek valós jelenetek, úgyhogy ez tényleg menő. Van itt nekünk egy élsztet, majd utána egy Almeida Haiti logó, na ez, ez biztos, hogy nem sokszor látott logó, azért a férfi fociban a Haiti, az rémgyenge, úgyhogy ez menő, hogy ilyen Haiti logót is így kizülthetünk női változatban. Következő egy Jamaika, majd utána a Svájc, még egy Jamaika, Marokkó, illetve Le Zomer. hát óriási nagy focista, majdnem azt mondtam tehetség, de már nem, tehát már teljesen befutott játékosról van szó. Le Zomer szerepében egy jó támadó, Nézzük a következőt. Van itt Új-Zélandi, Svájci, még egy kis Norvég, ez egy Nászund. Nézzük a következő pakkot. Ebben van egy Dél-Afrika, és ott a csillogós, ez is Dél-Afrikai. Nagyon jól néz ki. Fám vikén Holland hangulata van a nevének. És egy dupla. Már egyből egy dupla. Kár. Ezek a következőt. Az itt is megküldték matricával, tehát a kigyűjtése ennek se lesz annyira egyszerű. De rá fogunk menni, amennyire csak lehet. Utolsó pak, ez már a tizedik csomag. Úgy, van itt egy Japán, az első Japán, Zambiai, majd utána egy Brazil, egy Holland, illetve egy francia, úgyhogy egy jó kupacnyi matrica várberagasztásra, illetve sikerül pár csillogós nyitni. A csillogósak a megöltlepő, hogy azért annyira nem jöttek, ugye a logó csillog, meg középső oldalon az a néhány ö, rekordtartó, vagy valamilyen ö, különleges elismerést kapott játékos. Egyébként maga az album, mint mondtam, király, kicsit szomorkás, hogy itthon ezt nem lehet kapni, tehát ilyen szinten nem lesz cserepartnered se nagyon, illetve marad a külföldi rendelés, tehát függetlenül én örülök, hogy van egy ilyen, nem úgy, hogy tényleg köszi SCH. Legközebb találkozunk, addig is sok lehetek, iratkozzatok fel, át a Gaming szumra hiszen ott is van egy síralmas Fradi karrier. Sziasztok!